Kedves nézők, a háttérben az ügyészség híreivel látjuk most vendégül a járási vezető ügyész dr. Göbös Pétert. Köszöntöm és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét, Jan. Köszöntöm én is a nézőket. Hát van itt több téma, amit említenünk kell. Kezdjük talán, mi lehet a munka címe? Fogházlopásokért? Fogalmazhatunk így, elsősorban, hogy stílusos legyek. Ugye ez év elején, gyakorlatilag január 3-án és 8-án is történt két áruházi lopás, az egyik Budapesten, egy bevásárlóközpontban, a második január 8-ai a Szegléden. Tehát így érintett Szegléden is. Szélen. Lényegében mindkét eset hasonló volt, bizonyos kísértéki, fogalmazzuk így, műszaki cikkeket próbálta az elkövető az áruházából eltulajdonítani. Azonban mindkét áruházban a biztonsági szolgálat tetten érte, feltartóztatta. A budapesti rendőrkollégák kihallgatták, majd elengedték, a cegléde rendőrkollégák kihallgatták, majd őrizetbe vették, és ezt követően pedig az őrizetbevétel mellett bíróság állítására került sor, és mivel már a tavalyi évben volt egy kerékpár lopás sorozat, illetve egy felfüggesztett szabadságvesztés büntetés, amit itt Cegléden követett, és a cegléde járásbíróság szabott ki vele szemben, ezért végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására került sor vele szemben, illetve a korábbi felfüggesztett szabadságvesztés elrendelésére, amelyet egyébként ő megfelelbezett, úgyhogy jelenleg másodfokon tart ez az eljárás. Egy másik ügy, kétszer tört be ugyanabban a házba, de tulajdonképpen nem is csak arról a házról beszélhetünk, hogyha jól tudom, ugye, hanem azért ennél bővebb ez a történet már. Itt a jogi kifejezésekkel élve itt most már lopásról is beszélhetünk, kifosztásról és magánlapsértésről, jól mondom? Igen, hát alapvetően a történet úgy kezdődött, hogy egyre több bejelentés érkezett a tavaly év közepétől a cegléde rendőrkapitányságra, főleg a jó idő beköszöntével, hogy esti órákban, éjszakai órákban, valószínűsítően az éjszakai órákban, ugye hajnali ébredéskor észlelik az ott alvók, lakók, hogy értékek tűnnek el házakból. Eléggé jellegzetes elkövetéseket hordoztak ezek a helyszínek, gondolok itt a behatolás nyomára, a behatolás jellegére, illetve hát az is látható volt, hogy a komolyabb, nagyobb értékű, nagyobb tárgyakkal nem bíbelődik, fogalmazunk így az elkövetően, alapvetően készpénzre és gyorsan pénzét eltő műszaki eszközökre korlátozódik az ő tevékenysége. Lényegében a szisztematikus és jól végzett munka, fogalmazunk így, meghozta a gyümölcsét, és ez év elején sikerült az egyébként cegléde illetőségű fiatal felnőttet intézkedés alá vonni, elszámoltatni, majd a járásbíróság letartóztatásba helyezte, és lényegében az elmúlt 3 hétben a rendőrkapitányság elvégezte az ilyenkor szükséges feladatokat, és a cselekményeket minősítette. Ugye itt a lopás és a kifosztás között az a különbség, talán annyiben érdemes kitérni, hogy ugye alvó emberek esetében, legyen az akár vonat, vagy akár egy ágyban alvó személy, az ő közvetlen őrizetéből, közvetlen környezetéből tulajdonítunk el értéket, legyen az mondjuk a vonaton a táskája, vagy esetleg az értékei, ugyanez igaz az ágynál egy éjjeli szekrényre, vagy akár a mellettünk lévő tabletre, telefonra, akkor ezt a büntetőjog különös részítőjárása között már kifosztásként említi. De más kategória? Hát bőven más kategória, hiszen a kifosztás egy 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő alapesetben, míg a lopás jellemzően egy 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő cselekmény, hát ez a büntetés kiszabási tényezőknél igen jelentős súlya nyom alatba. Itt majd a járásbíróság fog dönteni végsősorban az elkövető cselekvőségéről. Én bízok benne, hogy a rendelkezésre álló 30 napban, amit ilyenkor a törvény biztosít nekünk, sikerül az eljárást lezárni, és talán a közeljövőben már ezügyben az eredményekről is be tud majd számolni a Cegléd Televízió. Egy harmadik téma, villanyórákkal kapcsolatos, visszatekerte a gyanúsított az illető a villanyórákat. Ugye ehhez azért kellettek eszközök. Kell eszköz, felkészültség. Szakmai tudás, fogalmazok ki. Igen. Az a helyzet, hogy nem sűrűn találkozik, én azt gondolom, sem a cegléde rendőrkapitányság, a cegléde járási ügyészség végképp nem sűrűn találkozik ezzel az ügyen, ilyen ügytípusa, hiszen ez alapvetően a székhelyi ügyészség, ilyen esetben a budakörnyéki járási ügyészség felügyelet alá tartozó cselekmény. Ugye a törvény különös részi tényállása között bélyeghamisításként nevezi ezt az elkövetési módot. Itt arról van szó, hogy
ugye nem csak bélyeget lehet fogalmazunk így hamisítani, bár az is előfordul még a mai világban is, hanem alapvetően arról van szó, hogy az ilyen hiteles mérőeszközöknek a hitelesítését szolgáló eszközöket, alapesetben itt most plombákról beszélünk, hamisít meg valaki, hogy ezeket ugye megváltoztat, és ezzel követi ezt a cselekményt. Jelen helyzetben egy korábban ilyen területen dolgozó szakember, lényegében azt mondom, hogy visszaér a korábbi szakmai tudásával és esetleg a munkáltatójánál szerzett tapasztalatokat felhasználva, egy társával együttműködve gyártott hasonló kinézetű, és úgy mondom, hogy az átlag ellenőrzésnél sem szemet szúró plombákat, és ezeket helyezték fel ugye villanyórákra ebben az ügyben. Természetesen nem csak fejezték ezeket, hanem a fejhelyezés előtt a villanyórán számlálóján is alakítottak, fogalmazzunk így, ugye a megrendelő óhajának megfelelően, és ezért természetesen a pénzt fogadtak el. Hát ebben az ügyben nem csak a plombát készítő, illetve a plombákat felhasználó villanyszerelőkkel szemben léptünk fel, hanem több mint 10 esetben az áramot jogtalanul vételező felhasználókkal szemben is. Mindannyiuk tekintetében ugye vádirat benyújtására került sor a Budakörnyéki Járásbíróságon, és jelen pillanatban várjuk a bíróságtól azt a jelzést, hogy az első fokon kiszabott büntetésekkel szemben a vádlottak milyen magatartást tanúsítanak, elfogyják azokat, hogy sem. Ugye a fő elkövetői körre szemben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett az ügyészség indítványt. Beszéljünk arról, aki házi őrizetben árult kábítószert, ugye ehhez a történethez hozzáfűzhető egy bombariadó is. Igen, gyakorlatilag azt mondhatom, hogy ugye a büntető törvényként különös részi tényásos igen szertágazó, hát ez az ügy is lényegében azt mutatja. Hát nem az első eset, mert azt kell sajnos mondjam, hogy valaki ugye a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés hatály alatt akár kábítószert, vagy akár más bűnös tevékenységet folytat. Ugye nem olyan régen jogtalan áramvételezés miatt kerültek vissza letartóztatásba házőrzetbe lévők. De a tavalyi évben is sajnos előfordult az, hogy házőrzet alatt ugyancsak kábítószert árult egy szegéd illetőségű hölgy. Ebben az esetben Abonyban történtek az események. Ugye egy korábbi nagyértékű lopás miatt büntetőjárás hatály alatt álló fiatal felnőtt került a járásbíróság döntése nyomán a letartóztatásból háziőrzetbe, illetve bűnügyi felügyeletbe, és később jöttek azok az információk a cegédi rendőrkapitányság felé, hogy kábítószer árulásával tartja fenn gyakorlatilag magát. És ez mellett gyakorlatilag egy ilyen oldalvágás volt az, hogy az egyik tárgyalás ebben az ügyben, ami jelen pillanatban látszakban, tárgyalási szakaszban van, volt egy bejelentés a cegédi járásbíróságra, hogy a bomba fog robbanni az épületben, ez tavaly novemberben volt. Lényegében a kiterjedt alapos szakszerű bizonyítás felvétele, illetve az információ morzsák összegyűjtését követően szűkült akkor is, a cegédi rendőrkapitányság elállították a fiatal felnőttet, elszámoltatták mind a bombariadó tekintetében, hogy ez közveszélye fenyegetés büntetének hívja a különös részt, illetve a kábítószer árulása kereskedelem tekintetében is. Hát jelen helyzetben letartóztatása mellett van folyamatban a büntetőjárás, és a nyomozó hatóság vizsgálati szakaszban a járási ügyészség együttműködésével próbálja felderíteni a cselekmény összeszereplőjét. Mert ugye ha kereskedelemről beszélünk, akkor véletlenül fogyasztók is vannak az ügyben. Van még szűk egy percünk, feltétlenül beszéljünk meg arról, hogy megszűnt a Pestvidéki Nyomozó Ügyészség. Ugye az ügyészségi nyomozás szervezete február 1-ével megújult, ennek keretében az eddigi széttagolt rendszer egy, mondhatni ezt, hogy egységes struktúrába a központi nyomozó főügyészséghez és a regionális illetékességi ügyészségekhez került. Ennek eredményeként szűnt meg a Pestvidéki Nyomozó Ügyészség. Mit jelent ez a gyakorlatban? Gyakorlatban úgy néz ki, hogy alapvetően a legfőbb ügyész úr az, aki a legfőbb ügyész utasításokban rögzíti ennek a kizárólagos ügyészségi nyomozásnak a kereteit. Egy több lépcsős folyamat, ami évek alatt zajlott, ért el gyakorlatilag a végpontjára. Lényegében egy kézben mondhatom azt, hogy egy kézben a központi nyomozó főügyészség irányítás alatt összpontosul valamennyi kizárólagos ügyészségi nyomozás körébe tartozó cselekmény. Gondolok itt például a hivatalos személy erőszakra, de gondolhatok például rendőrök, de akár ügyészek, bírók által elkövetett bűncselekményekre is, illetve a sérelmükre elkövetett bűncselekményekről is beszélhetünk. Korábban volt már egy átszervezés, akkor a Pestvidéki Nyomozügyészség, a Budapesti Nyomozügyészség mellett működhetett, míg más nyomozügyészségbe integrálódtak a székhelyi ügyészségbe. Most ez a folyamat ért a végére, és gyakorlatilag
a régiós osztályok járási ügyészségi szinten vették át ezeket a feladatokat, és a központi nyomozó főügyészség pedig egy másodfokú ügyészi szervként gyakorol felettük felügyeletet a jövőben. Dr. Gévius Péter, köszönöm szépen, hogy nem kell. Jó munkát kívánok! Köszönöm is! Kedves nézők, ez volt a háttér. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!